Sziasztok mindenkinek, boldog új évet szeretnék kívánni, illetve elnézést kérni, amiért az elmúlt két hétben, egyáltalán sőt három hétben nem jelentkeztem. Ennek az az oka, hogy először is volt a karácsony, amit ugye az ember a családdal tölt, aztán pedig rám jött a pusztulat, és gyakorlatilag két hétig voltam beteg, és nagyon rossz volt, úgyhogy így kb. Ki sem akartam mozdulni az ágyból, de időközben ide Finnországba megérkezett az igazi tél, amikor a tájat tényleg hóborítja, és ami csodálatos, hogy most már azért január közepe van, és már feljön a nap, és nem csak hogy feljön, de látszódik is, mert jelenleg nincsen semmilyen felhő az égen, úgyhogy gyönyörű napsütéses szombatunk van, és ki lehet élvezni a természetet. Pedig egy számotokra talán már ismerős helyre jöttünk ki, mégpedig Hervanta járvihez, ahol nyáron a 35 fokot próbáltuk túlélni, és minden zöld volt, és kánikula volt, és az emberek a tóban fürödtek, és most ide jöttünk megnézni, hogy mennyire van befagyva a tó, mert ez egy sokkal kisebb tó, és ezen már valószínűleg lehet korizni, vagy úgy egyáltalán sétálgatni, és amint látjátok, egészen egyszerűen csodaszép. Hú, na gyerekek, itt vagyunk Hervanta járvinál, és járom valahol itt. Itt napoztunk. Itt volt a nagyon nagy meleg. És most nézzétek mindenütt. Hó, hó, hó. Hó, hó, hó. Itt voltunk a 32 fokban. 35 is volt az. És mindjárt rámegyünk a tóra. Igen, ott az öltöző. És egyébként dél van, mint látjátok. De már feljött a nap, hú. Megyünk rá a tóra, és az a baj egyébként, hogy nem tudom, hogy hol kezdődik a tó. Kutya pisi. Hát babám, nem tudom. Be? A teteje. Meg kell kérdezni őket, milyen vastag a jégbabám. Szóval általában itt Finnországban az, hogy rá lehet-e már menni a jégre, azt onnan lehet tudni, hogy a finnek maguk rámerészkednek el. És ha azt látod, hogy már van egy-két finn, aki rámerészkedett a tónak a hups jegére, akkor az azt jelenti, hogy már mi is rámehetünk. A távolban, ott a napsütésben pedig léghorgászokat láthatunk, akik a légfúrónak a segítségével léket fúrnak a tóba, aminek az átmérője hát nem több, mint 20-30 cm. Na most, hogyha ők ezt már megmerik tenni, akkor valószínűleg már azért az ember súlyát bőven elbírja a jég. Tudakoltuk meg a horgászbácsiktól, hogy még csak 15-20 cent is a jég, ami azt jelenti, hogy az nem igazán az a fajta, amin az ember olyan túl nagy biztonságban érezné magát, úgyhogy még szerintem egy bő hetet várni kell arra, hogy tényleg ez a korcsolyászató legyen. Van egy vízréteg a két jégréteg között, és akkor így a felső az nem annyira vastag, és akkor így beszakad egy picit.
megyek. Hú, baszki. Köszönöm, babám!